tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és elvileg itt van ma reggel velem a Skype vonalban Werner Norbi állandónak tekinthető szakértő vendégünk. Norbi, valóban hallasz engem? Jó reggelt! Igen, valóban hall minket. Nos, hát, hogy is mondjam, még azért elmondom az adás telefonszámot. Ma szerintem ez egy olyan téma, ahol gondolom, hogy lehet számítani betelefonálásra. Ugye most nem az van, hogy egy fix történeten kell végigmenni, hanem egy olyan témakörről fogunk beszélgetni, amiben nagyon-nagyon sok kérdés van bennünk is, és mi sem tudunk természetesen nagyon szépen letisztult, kialakult véleményeket elmondani. Úgyhogy szerintem ez tipikusan egy beszélgetős téma, ezért megadom az adás telefonszámot 215-37-73. A témánk pedig, hát talán nem meglepő módon, és egyébként persze a két héttel ezelőtti adásunkhoz is kapcsolódva, az időközben kitört háborúnak a hatása a nemzetközi űregyüttműködésekre. Hát természetesen ugye két héttel ezelőtt az ukrán űrprogramról beszélgettem a betelefonálókkal, ugye egyedül voltam az adásban. Az még ugye hétfőn volt, és csütörtökön, február 24-én kezdődött meg ez az orosz média szerinti terminológiában különleges hadműveletekként, cinikus módon különleges hadműveletekként, vagy katonai műveletekként említett háború a szomszédországban, amelyről nyilvánvaló, hogy rengeteg műsor szól, tehát nyilván most a Tilos Rádióban Dunát lehet rekeszteni, mert mindenhol ugye az ön műsorokról, hogy ezt meg azt hogyan érintik a háború eseményei. Erős volt a kísértés, hogy mi beszélünk valami teljesen másról, hogy egy kicsit valami reménytelébb dolgot is kitárgyaljunk, de hát ezt nem lehet megkerülni, ezt a témát, és igazából eléggé szomorúak vagyunk. Így van ezzel Werner Norbi is, aki itt van a vonalban. Ugye Norbi, téged egyébként, amennyire tudom, a röntgen csillagászatot legalábbis, a nagy energiás csillagászatot közvetlenül, tehát a munkádban is érinti az, ami történt. Mármint mindjárt megbeszéljük, hogy mi történt. Ugye lényegében, hogy történik az, hogy sorra mondják fel az űrügynökségek a különböző együttműködéseiket az Orosz Föderáció űrügynökségével, vagyis a Roszkozmosszal. Nyilvánvaló, hogy itt több százmilliós, esetleg milliárdos projektek és évtizedes kutatómunkák mennek a kukába. Ezeket majd igyekszünk végig beszélni a szankciók miatt, és hát igazából nem lehet látni, hogy ez hova vezet, de például ugye nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, hogy mi lesz a nemzetközi űrállomással, nemzetközi űrállomáson folyó kutatásokkal, de magának az űrállomásnak a fenntartásával is, ami hát lényegében egy szimbóluma az nemzetközi űregyüttműködésnek 1998-as, az első modul 98-as pályára állítása óta, valami olyasmit szimbolizál, ami egyébként már rég megérett szerintem egy béke Nobel-díjra, de hát most tehát az, hogy ez a több mint 16 ország, ami valamilyen módon az építésben vagy a fedélzeten folyó kutatásokban részt vett, ugye ez együtt tud dolgozni félretéve a nyilván létező nézetkülönbségeket. Ugye egy reményteli példa volt eddig erre ez a futballpálya nagyságú űrlaboratóriumi, ami a föld körüli pályán kering. Ugye ennek
hát nem is a létezése, de a fenntartása, meg az azon folyó kutatási együttműködések, azok bizony nagyon is kérdésessé váltak. Szóval nagyon sok kérdés van. Norbi, két kérdés. Először mik a te, nem muszáj válaszolni, mert hogyha úgy gondolod, hogy az túl durva, vagy nem való élőadásba, de mik a te személyes benyomásaid egyrészt az egész történetről, másrészt pedig kutatóként a te szűkebben vett szakterületeden, például a asztrofizikai kutatásokban mi a helyzet, és hogy hogyan befolyásolja a háborús helyzet ezeket a űrprojekteket, amikben részt veszel? Hát én nagyon meg vagyok lepődve, én nem gondoltam, hogy valaha még megélünk ilyet. Az Ukrajna elleni orosz támadás és annak módja, hogy a civileket támadják, városokat bombáznak, ez az ember nem gondolna, hogy ilyen még megtörténhet a 21. században, és ez is azt mutatja, hogy milyen elmaradottan gondolkodik az orosz vezetés. És az orosz vezetésbe itt Rogozint is be kell venni, a Roszkozmosz vezetőjét, hogyha az ember megnézi az ő Twitterét, akkor láthatja, hogy zöld uniform is van rajta, és a háttérben orosz nukleáris balisztikus rakéták vannak, úgyhogy ő nagyon úgy prezentálja magát, mintha nem is a Roszkozmosz, de a nukleáris erők vezetője lenne, és tulajdonképpen a Putyin támadó kutyájaként működik, olyan kijelentéseket tesz a támadással kapcsolatban, hogy megáll az ész. És így nem is meglepő, hogy március 24-e, vagyis február 24-e után, a támadás után Németország felmondta az együttműködést az Erosita projekten. Az Erosita, azaz XMM Newton és a Chandra óta a legfontosabb röntgen űrobszervatórium, amely az orosz spektrum röntgen gamma szondán műholdon L2-ben lévő műholdon működik. Úgyhogy ez az űrobszervatórium, az Erosita, amely térképezte röntgenben az egész égboltot, és nagyon-nagyon sikeres volt, most ki van kapcsolva, és addig, amíg a helyzet valamiféleképpen nem javul, nem lesz újra bekapcsolva. És hát most nem tudjuk, hogy mikor javul a helyzet, ez így maradhat még évekig. Amúgy az egész együttműködés elejétől fogva olyan volt, hogy képzeld el, az Erosita térképezi az égboltot, és az oroszokkal valahogy együtt kellett működnie az adatfeldolgozáson. Viszont ők nem akartak nagyon együttműködni, úgyhogy olyan megegyezés született, hogy az égbolt keleti része, galaktikus koordinátákban a keleti része, az orosz. Hát ez tényleg? Tordesziasi szerződés az égen. Hát igen, ez a nyugati része az német, úgyhogy a németek nem nyúlhattak az égbolt keleti részéről készített adatokhoz, és ezeket hát ez egy furcsa megosztás. Igen. De ugyanezt csinálták már előtte az Integrál műholddal, amelyik egy ÉZA műhold, és annyiban van rajta orosz együttműködés, hogy orosz rakétán vitték fel, és ott is így felosztották az égboltot. No, de most ez a Erosita ki van kapcsolva, úgyhogy se az oroszok, se a németek nem kapnak már több adatot. De ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy orosz műhold, egy orosz platform, ugye ez a Spektrum Röntgen Gamma, és ugye ezen van elhelyezve a teljes egészében német fejlesztésű műszer, de egyébként az adat, az egyébként van, hogy tehát az adat az oroszokhoz jön le? Az oroszhoz földi állomására érkezett. Igen, értem. És akkor ott lett feldolgozva, és úgy kerültek az Erosita adatok, úgy kerültek Németországba. És akkor a Roszkozmosz egy válaszként kapcsolta le az Erosita műszert, avagy az történt, hogy az ÉZA, vagy az Európai Ügynökség, vagy németek oldaláról mondták, hogy... Hát németek oldaláról úgy tudom.
Ugye azért egyébként nagyon érdekes kérdés, hogy mit a helyes eljárás, ugye? Azt helyesen megállapítottad, és egyébként ez nem egy régi jelenség, vagy nem egy új jelenség, hanem nagyon is régi, hogy a Dmitri Rogozin tényleg hát egy teljes egészében mélyen benne van a politikában. Hát egy politikai kinevezett, ugyanúgy, hogy egyébként az Egyesült Államokban is politikai kinevezettek lesznek a NASA-nak a vezetői, és természetesen nem is volt meglepő, például, hogy az általunk egyébként eléggé kedvelt Jim Bridenstine, akit egyébként pont a, ugye a Donald Trump lakott oda, ő is le lett váltva a Biden adminisztráció által, illetve hát maga távozott, pedig egyébként többen mondták, hogy olyan jó NASA vezető volt, hogy folytatta volna a munkát. Tehát nyilván az egy természetes jelenség, és Oroszországban sincs másképp, csak ott már 22 éve nem látott ilyesmire az ember példát, de Amerikában is úgy van, hogy amikor egy politikai váltás van, akkor ugye jön egy új vezető, tehát ezt csak azért hangsúlyozom, hogy az, hogy valaki a Roscosmos vezetője, az mindenképpen egy politikai bizalmi viszony, tehát hogy mármint a vezetőséggel. És igen, a Rogozin, ez túlmegy azon. Ez túlmegy, igen. Aktívan. Hát ő egyébként ugye nyilván, tehát ő azért lett a Roscosmos vezetője, mert ő egyébként hát így kb. Védelmi miniszter, vagy valami ilyesmi volt, ő igaz? Volt kormányfőhelyettes. Igen. Tehát ő konkrétan ő volt az, aki hát tett olyan kijelentéseket, hogy egy időben például ugye Romániából ki volt tiltva, meg ilyenek, ugye? Voltak neki ilyen... De... Hát most is tett olyan kijelentést, igen, a szankcióra, hogy űrcégek, meg azok a cégek, amelyek a balisztikus rakéták gyártásában is részt vesznek, azok ellen hozott szankciókra, hogy a balisztikus rakétáknak bizony nincs szükségük vízumra a nyugati államokba. Ilyen kijelentést tett a Twitteren pár nappal ezelőtt. Hát nagyon durva. Hát tehát mindenféle, most ez megér egy külön adás, csak hát igazából nem érdemes belemenni. Tehát Rogozin ugye a hajmeresztő kijelentések bajnoka. Ő volt az egyike, aki, hát ha nem is mondta ki, de annak idején ugye több teljesen egyértelműen sugalmazta. Hát talán valamelyest ki is mondta, amikor volt, tudod, az a balhé, hogy kilyukadt a Szajuz űrhajó, és elkezdett szökni a nemzetközi űrállomásból a levegő. És akkor ugye az ő köréből, ugye az évekkel ezelőtt volt, akkor opsz, úgy látszik, elvesztettük Norbit, na minden esetre megpróbáljuk ott megvárni, hogy helyre jön a kapcsolat, addig úgyis én szövegelek, tehát ugye ő meg úgyis tudja ezt. Szóval a lényeg, ha itt vagy, Norbi? Igen, itt vagyok. Jó, oké, volt egy kis loss of signal, de semmi gond, épp a mondókámnak a közepén vagyok, úgyhogy nem maradtál le semmiről, mert te úgy is tudod, hogy ugye Rogozin az hát erősen tüzelte ezeket a vádakat, hogy az amerikaiak szabotálták a nemzetközi űrállomást, és azért fúrták ki az űrben a Szajuz űrhajó oldalát, hogy kiszökjön a levegő, és hogy emiatt aztán idő előtt haza tudjon jönni egy űrhajósuk, aki beteg lett a fedélzeten, vagy más későbbi verziók szerint valami szerelmi szálba bonyolódott a fedélzeten, és hogy ennek. De mindenféle ilyesmiben ő teljesen nyakig benne volt. Tehát tulajdonképpen ilyen értelemben média trollként funkcionált a Rogozin, és hát most is ugye abszolút így ment. Bele is bonyolódott például egy ilyen tweet párbajba egyébként magával Elon Muskkal, ugye néhány nappal ezelőtt kiírta Rogozin, ja ilyeneket, hogy például, és akkor ezeket a kérdéseket majd sorra kell venni. Például ilyeneket mondott Rogozin, hogy a nemzetközi űrállomás. Hát, hogyha az orosz progressz űrhajók ugye nem, azok felelősek ugye a jelen konfigurációban azért, hogy az ISS-nek időről időre emeljék a pályáját, hiszen ugye ez a földkörüli pályán kering 400 km magasan, nagy napelemekkel, tehát azért ez bár pici mértékben, de ugye folyamatosan fékeződik a nagyon ritka felső légkörrel vett súrlódás miatt. Emiatt aztán persze időről időre meg kell emelni a pályáját. Jelenleg ez a feladat az oroszokra hárul. Most a Rogozin írt egy ilyet, hogyha az amerikaiak így viselkednek, ahogy, akkor Oroszország nem fogja tudni garantálni, hogy az ISS az ne Washingtonra pottyanjon majd rá. Például ilyet le tudott írni.
És aztán hozzátette, hogy majd azzal repülnek az egyesült, az amerikaiak az ISS-re, amivel tudnak, például a broomstick, a seprűnyeleikkel, vagy mit tudom én. És akkor persze Elon Musk természetesen azonnal jelentkezett, hogy neki vannak megfelelő amerikai seprűnyelei, utalva egyébként a rendkívül megbízható Falcon 9 rakétákra, amik ugye szintén rendszerszerűen szállítják az amerikai embereket és az utánpótlást az űrbe, és természetesen éppen úgy alkalmasak az velük följuttatott Dragon űrhajók a nemzetközi űrállomás pálya módosítására, mint a Progressek egyébként. Csak ugye meg kell hozzáfordítani az űrállomást, de ez tényleg egy apróság. Szóval ilyen ment itt az adok-kapok abszolút teljes mértékben óvodás szinten. Talán egy dolgot azért nagyon fontos kihangsúlyozni. Szerintem ebben mindketten egyetértünk, hogy ez egy óriási tragédia az oroszországi kutatóknak és a tudományban dolgozóknak is. Ugye ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy annak ellenére, hogy természetesen akik ott felemelik a szavukat azokra nagyon komoly retorziók várnak. Gondoljunk csak arra, hogy csak az elmúlt két napban ugye több mint 5000 ember tartóztattak le országszerte, minimum, ugye ennyiről lehet tudni, vagyis nem tudom, hogy több mint 5000, de majdnem 5000, de ugye folyamatosan nő a számuk. Tehát 5000 körüli ember tartóztattak le azért, mert háború ellenes tüntetéseken vett részt országszerte Oroszországban. Tehát nyilvánvaló, hogy ott a véleményformálásnak van kockázata, főleg, hogyha az ember állami állásban van, akkor meg főleg, és hát a kutatók azok jellemzően állami kutatóintézetekben dolgoznak. Most ennek ellenére ugye rögtön a háború első napján közzétettek egy nyílt levelet orosz tudósok, természettudósok és természettudományos újságírók. Az eredetileg 150 kutató írta alá, a magasrangú kutatók egyébként a természettudomány minden területéről, fizikusok, csillagászok, biológusok, orvosokat is látok a listában. Tehát tényleg mindenféle, és tudományos újságírók, hogy ellenzik a háborút, és hogy békére szólítanak föl, és hogy nem az ő nevükben történik mindez. És hát az aláírások száma az folyamatosan nő, tehát most görgök le, de hát nem tudom megszámolni, de ez már nem tudom ilyen. Tán 10 000-es nagyságra, nem tudom. Tehát rengeteg aláírást látok ezen az orosz honlapon, ahol olvasható ez. Tehát kb. Egyértelmű, hogy amikor egyébként meg tudott szólalni a média nyilvánosan bármilyen kutató, akkor az abszolút természetesen ellene volt a dolognak. Tehát, hogy ez fontos kihangsúlyozni, és egyébként ugye van ez a kicsit cancel culture-szerű reakció a dolgokra, hogy mit tudom én, blokkoljuk, hogy nézzél, ne játsszák a hattyúk tavát, meg mindenféle marhaság, vagy mostantól nem olvasunk Tolstoyt, vagy tehát azért ne, szóval, hogy azért próbáljuk meg, amennyire lehet ilyen nehéz helyzetben, nyilván az embernek fő a feje, meg minden, de próbáljuk meg szétválasztani azért nyilván azt, hogy mi a tudomány és a kultúra, és hogy kik azok, akik ezt képviselik, és hogy ugye mi van ezzel szemben a politikai vezetésben. Itt teljesen egyértelmű, hogy itt a tudományos közvélemény szerintem kijelentető, hogy a nagy részével, akik egyébként egyáltalán hozzájutnak valamelyest ahhoz, vagy akinek kapcsolatuk van a külfölddel, vagy egyáltalán bele tudnak valamennyire nézni, mondjuk nyelvtudás miatt, vagy mert interneten hozzájutnak külföldi forrásokhoz, ugye ez már nekik egyre nehezebb, De hogy akiknek van ilyen kitekintésük, azok ugye az ő álláspontjuk itt egyértelműen a kormány állásponttal ellentétes. Tehát ne beszéljünk úgy, hogy az oroszok így meg úgy, hanem itt, amikor ilyen kijelentésekre ragadtatjuk magunkat, akkor mindig sose felejtsük el, hogy valószínűleg ez. Hát a tudományos technikai életben én szerintem biztosan nem találkozik a többségi véleménnyel, én azt gondolom. Na és miféle egyéb szankciók vannak, illetve hogy most akkor kezdjük talán az európai projektekkel, jó? Mit tudsz az ExoMarsról? Ugye az év elején, amikor
Nem is olyan rég, néhány adással együtt sorba vettük azt, hogy milyen űrprojektek várhatók az évben, akkor azt már is revideálnunk kell. Ugye itt volt az oroszok és az európaiak által közösen fejlesztett életkeresésére induló Mars-szonda, ami sok halasztás után idén indult volna el. Ugye európai fejlesztésű marsjáró, orosz fejlesztésű leszállóegységen és orosz hordozó rakétával. Az Európai Ürügynökség itt a fővállalkozó, de mondom, megkerülhetetlen és nagyon fontos szerepe van ebben a Roszkozmosznak. Mi lesz ezzel jelenállás szerint? Mit tudsz erről? Jelenállás szerint ez éven nem fog indulni az ExoMars. Úgyhogy legalább 26 hónapot kell várni, amíg egy újabb lehetséges indítási ablak nyílik. Ki tudja, mi lesz 26 hónap múlva. Ugye, hát igen, mert ugye azt hiszem, hogy ugye novemberben, valahogy november tájékán lett volna az indítás, ugye? De mindenképpen ősszel. Tehát ez egy őszi indítás lett volna. Tehát, de ennek ellenére nyilván ugye folyamatos előkészítő munkálatokat igényel, és közös előkészítő munkálatokat a startig, ez ilyesminek az előkészítés. Igen, amelyek leálltak teljesen. Amik teljesen leálltak. Tehát ez nem... éven nagyon-nagyon valószínűtlen. Na de van egyébként most korai még ilyesmit kérdezni nyilván, de szerinted benne van a pakliban, hogy soha nem repül föl ez a szonda? Természetesen benne van ez is a pakliban. Uh-huh. Nagyon függ attól, hogy ez az egész helyzet hogy fog tovább alakulni, ami most teljesen-teljesen bizonytalan. Ez a rover eredetileg a NASA-val indult volna, viszont azt a missziót anno, még nagyon régen a NASA törölte, és így aztán az európaiak az oroszokkal próbálkoztak, most az se sikerült, úgyhogy ez az ExoMars. Ugye már tavaly ment volna föl, ugye, csak aztán egy csúszást, most már ugye végzetesnek mutatkozó csúszást szenvedett, részben a Covid miatt egyébként, részben technikai problémák miatt, úgyhogy emiatt, ugye, és akkor jól mondtad, ugye, hogy hát a Marsra repülés az úgy van, hogy 26 havonta nyílik ki egy ilyen megfelelő indítási ablak. Természetesen az, hogy valami csúszik éveket, gondoljunk csak a James Webb űrtávcsőre, amiről sok szó esett idén, vagy akár az orosz Nauka modulra, aminek a felbocsátását tavaly itt együtt ünnepeltük a Szokolébresztőben, a Nemzetközi Űrállomás orosz kutatómoduljának a startját, ami tényleg körülbelül 20 éve vártuk, hogy legyen valami ilyesmi orosz kutatómodul. Meg is pörgette az űrállomást. Igen, arra tényleg ezt nem is bontottuk ki a maga teljességében azt a sztorit, hogy azért az sem ment problémák nélkül, de végül aztán sikerült. Hát igen, a kis modul, hogy egy ilyen busz nagyságú nemzetközi űrállomás modult kell elképzelni, ami az orosz kutató modul, sok késés után megérkezett a nemzetközi űrállomásra 2021-ben, de valahogy a fedélzeti számítógépe még nem tudatosította a modulnak, hogy ő már nem önállóan repül, hanem ő még mindig abban az üzemmódban maradt, ami az ISS-t megközelítő üzemmód, és ennek megfelelően a kis hajtóműveit elkezdte kapcsolgatni, csak már hozzá volt kapcsolódva az ISS-hez, ez volt az apró probléma, úgyhogy jól bepörgette az űrállomást, és igazából hajmeresztő izgalmak voltak, amiken aztán sikerült úrrá lenni. Szóval ez csak egy példa volt arra, hogy azért nagyon nagy csúszások azért persze benne vannak a pakliban, és az nem feltétlenül jelenti az ExoMars 2024, vagy hogy mondják ezt? 2022, hát most már alebbe, már 24-nek mondom, tehát én már átprogramoztam az agyam arra, hogy az ExoMars 2024, tehát hogy hát reméljük, hogy legalább akkor megtörténik. Ez lesz az a szonda, ha lesz, ami egyébként képes lenne arra, hogy ezt megbeszéltük az év elején levő adásban, hogy biológiai vizsgálatokat végezzen a Mars talajában olyan mintákon, amiket mondjuk 2,5-3 méterrel a felszín alól vesznek, ahol akár még ma is előfordulhat primitív élet. Tehát, hogy nagyon fontos lett volna ez a Rosalind Franklin nevű rover, amit eljuttatott oda. Hát ez nyilvánvaló, hogy emberek nem csak adó, hát most az, hogy adófizetők pénzét, most állítólag valami,
nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy olyan adatot hallottam, hogy az oroszoknak a háború minden egyes napja $15 milliárd kerül. Most ezt nem tudom, ezt így hogy számolják ki. Nyilván ezek nyugati becslések. Azért ezt mellé tenném például a Roszkozmosznak az elmúlt 10 évre vett összes költségvetése mellé, mert azt szerintem összesen nem volt ennyi. Tehát, hogy egy napnyi háború szerintem az orosz gazdaságnak magának lényegesen többe kerül, mint mondjuk egy évtizednyi űrprogram. Szóval ez szerintem azért jól mutatja itt az arányokat. És ennek ellenére... igen, de egyébként vegyük észre, hogy a Roszkozmosz egy... Nyilván ehhez arra is korrigálni kell, hogy Oroszországban sokkal alacsonyabbak a fizetések. Természetesen. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a Roszkozmosz az még nem is a második, de nem is a harmadik, hanem szerintem konkrétan legalább legfeljebb a negyedik űrügynökség költségvetését tekintve. Tehát az európai űrügynökség, Európa masszívan több pénzt költ az űrkutatásra, mint az oroszok. Ehhez képest az oroszok egyébként nagyon látványos eredményeket tudtak csinálni annak a pénznek a töredékéből, ami például akár az európai űrügynökségnek rendelkezésére áll. Most egyébként ez az új helyzet egy kicsit azt is előhozhatja talán, hogy az európai űrügynökségnek ugye nincsen jelenleg saját emberszállító kapacitása az űrbe. Tehát az európai űrügynökség kezdettől fogva lényegében az orosz és az amerikai szállító szolgáltatásoktól függött, hogyha embereket akart az űrbe küldeni. Voltak hébe-hóba tervek európai fejlesztésű emberes űrhajókra. Ezek nem jutottak túl sokáig. Mondjuk gondolok itt a Hermes űrrepülőgépre, amit a franciák nyomadtak, és Ariane 5 rakétával ment volna föl. Ez aztán elég gyorsan így hanvába holt, tehát még tesztpéldányok építéséig se jutott el. Volt még egy-két ötlet, hát lehet, hogy már most ez egy hosszú távú következménye lehet ennek talán, hogy újra előveszik ezeket, nem tudom. Pár hónappal ezelőtt még arról is szó volt, hogy ember és szojuzokat fognak indítani Kourouból. Azt a mindenit. Most meg már semmilyen szojuzokat nem, és szojuzokat fognak indítani Kourouból. Azt a mindenit. Most meg már semmilyen szojuzokat nem fognak Kourouból indítani, ami az európai űrügynökségnek is azért egy elég nagy csapás lesz. Igen, na most mondjuk el azért a hallgatóknak ezt a sztorit, tehát Kourou az Francia Guyanában van, ami az európai űrügynökségnek a rakétaindító központja közel az Egyenlítőhöz, és hogy erről egyébként pont a múltkori adásban is esett szó, ugye az, hogy közel van valami az Egyenlítőhöz, az nagyon hasznos tud lenni, amikor az ember ilyen lapos hajlásszögű pályákra indít, mert a föld forgása úgymond hozzáadódik a rakéták sebességéhez, föld kerületi sebessége, ugye, ami az Egyenlítőn a legnagyobb értelemszerűen, mert ott a legdagibb a föld, ott van a felszín a legmesszebb a forgástengelytől, tehát ott a legnagyobb a kerületi sebesség, és hát ugye ebből az következik, hogy mondjuk 100 kilókban mérhető tömeggel több terhet tud egy ugyanolyan rakéta felemelni, mondjuk Kourouból, az Egyenlítő környékéről, mint Bajkonurból, és na mindegy, ez emiatt Kourou egy nagyon jó hely, és a Soyuz meg egy nagyon megbízható és olcsó rakéta, tehát kialakult az ESA, az Európai Ügynökség és az Orosz Ügynökség között az az együttműködés, ahogy mondod, hogy egy orosz rakéta indító helyet hoztak létre Kourouban, és nagy sikerrel sok Soyuzt indítottak onnan, ugye ehhez volt ott egy helyi orosz személyzet, meg mindig Oroszországból vitték hajókkal a rakétafokozatokat, ott a helyben szerelték össze, és akkor ott is volt egy ilyen Bajkonurihoz nagyon hasonló indítóállás, amit az oroszok építettek Kourouban, és akkor azzal ott ment föl. Ugye nem az emberek, hanem a Soyuz rakéták, amik azonban sokféle műholdat tudtak pályára állítani. Na most ugye ezt azonnal felmondták most ezt, és akkor itt ez egy pikáns jelenet volt az elmúlt hetekben. Azt annyira nem követtem, de azt tudom, hogy a Kourouban dolgozó oroszokat végben hazahozták, vagy mi volt itt, hogy történt ez? Ezt figyelted rendesen, ezt a történetet? Igen, az oroszok kivonták onnan az egész személyzetüket, és tulajdonképpen az összes Kourouból való indítás le lett mondva, és az Ariane és a Vega rakéták mellett Európa nagyon erősen használta a Soyuz rakétákat Kourouból indít,
gyártott Soyuz rakétákat a saját műholdai felbocsátásához, és ezeket most valószínűleg muszáj lesz átrakni a Vega és a Ariane 6-os rakétákra jövőben. Na most egyébként még ennél egy finomabb történet is volt még, és akkor ezek az oroszok ugye haza lettek hozva, ugye? Tehát igen, ezek őket haza lettek. Őket felszólították otthonról, hogy hagyják el a kurút, és jöjjenek haza. Ugye ebből ezek az összes oroszak ember, hát igen. Na most egy másik érdekes történet, hogy március 4-én, illetve 5-én, ugye 5-én indult volna a következő OneWeb műhold csoportot szállító rakéta, ugyancsak egy Soyuz rakéta, de Bajkonurból, tehát ugye az oroszok által üzemeltetett kazahsztáni nagy történelmi űrközpontból. Na most ezt konkrétan kivitték az indítóállásra. Ugye a OneWeb az a konkurenciája az Elon Musk féle Starlinknek, tehát a koncepció ugyanaz, ugye ez is egy olyan műholdrendszer, ami rengeteg, bár nem olyan sok, mint a Starlink esetében, de akkor is ilyen ezres nagyságrendű műhold állna föld körüli pályára, ugye ezeket is már évek óta zajlik ennek a kiépítése. Itt ugye nem 50-esével, hanem 36-osával bocsátják fel ezeket a kicsi műholdakat, amelyeknek a célja az, hogy ugye internet szolgáltatást biztosítsanak. Ennek a kiépítésének az igás lova, ugye, mint hogy ez nem a SpaceX, hanem a konkurenciája, ugye ezek nem a SpaceX rakétáival mentek föl, hanem éppen a Soyuz rakétákkal. Néha Vosztocsnyiból, ami ugye a távol-keleti Oroszország területén levő űrközpont, onnan szintén lehet ilyen Soyuz rakétákat indítani. Néha pedig Bajkonurból, mint ahogy éppen mostan is start is itt lett volna a múlt héten. Hát ehhez képest ugye az történt, hogy már ott volt a start helyen a rakéta, amikor ugye Rogozin, ki más, ugye úgy. Most még egyszer, ez egy nemzetközi konzorcium, tehát ez egy olyan nemzetközi konzorcium, amiben vannak amerikai, japán, francia, India is benne van, és a britek is benne vannak, és a briteknél még az Egyesült Királyság kormánya is valahogy részvénytulajdonos, tehát az egyik, tehát részint ugye brit kormány állami pénzből is épül ez a OneWeb, és akkor itt jött a fekete leves, hogy itt olvastad, hogy hogyan történt a sztori? Hát először az történt, hogy letakarták az egyes országok zászlóit az indítandó rakétán, és Rogozin még azt vitelte, hogy sokkal szebb így a rakéta, hogyha nem látni rajta az angol, amerikai zászlót. Úgyhogy először valami ilyennel indult, aztán azt mondta, hogy a OneWeb konzorciumból ki kell teljesen szállnia Angliának, és garantálni kell, hogy védelmi célokra ezek a műholdak nem lesznek soha használva, és végül teljesen lemondták a startot, és a rakétát visszatolták a hangárba. De még itten az ESA-hoz még hagyd mondjam hozzá, hogy az ESA a Soyuz rakétával indított olyan műholdakat, mint a Galileo műholdak, ami az európai GPS, a Sentinel műholdak, amelyek a Földet figyelik meg. Úgyhogy ilyen nagyon fontos európai missziók indultak a Soyuzon, tudományos műholdak is, mint a Gaia, meg a Cheops. Meg naprendszerkutató szondák. Ugye a Mars Express, Venus Express, ezek is. Tehát ez, hogy most a Soyuz már nem fog indulni Francia Guajanából, ez egy nagyon nagy változás, és megint egy csomó projekt, rengeteg projekt késni fog ebből kifolyólag. De szerintem most még van valamilyen 20 percünk, úgyhogy beszéljünk inkább az űrállomásról, mert valószínűleg az a legizgalmasabb. Igen, igazad van. Még mi nem tudjuk, hogy mi lesz, úgyhogy itt próbálhatunk találgatni, hogy mi lesz az űrállomás. Na találgass, mi a te verziód, mi lesz az űrállomás? Ugye elvileg az a hivatalos álláspont mindkét oldalról, hogy legalábbis 2024-ig
mind a két fél abban érdekelt, mármint a sok fél nyilván 16 ország, de hogy az oroszok és az amerikaiak a két fő vállalkozó a nemzetközi űrállomásban mindketten abban érdekeltek, hogy folyjon a munka. Igen, viszont a RIA Novosti, nem tudom, láttad-e, kiadott egy olyan videót, ahol az orosz űrhajósok integetnek az amerikai és európai űrhajósoknak, és így leválasztják az egész orosz egységet az űrállomásról, és így távoznak tőlük. Ami persze nem reális, mert az orosz egységnek nem lenne elég áram, mert nincsenek ott napelem táblák arra, hogy elég áramot termeljen önmaga. Úgyhogy ez az egész teljesen hülyeség, de ezzel fenyegetőznek, hogy az egész orosz egységet leválasztják, és itt tulajdonképpen, ahogy már mondtad, irányítatlan lesz az űrállomás. Ami nyilván nem igaz, mert ha az amerikai... Hogy ez egy telefon. Azt hiszem, van egy telefonunk. Igen. Halló? Halló, szervusztok, itt Antennás. Pontosan ez az űrállomás dologhoz szólnék hozzá. Tessék! Ugye az előbb is elhangzott, hogyha esetleg az oroszok, hát mondjuk zsarolása odáig fajul, hogy tényleg nem támogatják majd az üzemanyag feltöltést, a korrekciókat, stb., akkor volt egy válasz, hogy Elon Musk rögtön bejelentkezett, ugye jól hallottam? Igen. Na most azért ez nem olyan egyszerű, nem azért, mert műszakilag nem lehet megcsinálni, sőt, hát az Elon Musk biztos, hogy szívesen vállalkozik rá, kemény pénzekért ezt meg is lehet csinálni, na de hát vannak tulajdonjogi problémák. Az oroszok, ha ezzel tényleg zsarolni akarnak, akkor nem fogják hagyni, hogy kivegyék a kezükbe az utolsó vagy a legerősebb kártyát, és hát a résztulajdonuk van az űrállomásban, meg szerződés van, meg minden. Tehát, hogyha így durvul a dolog, ahogy most a földi háborúban durvul, akkor nyugodtan megtehetik azt, hogy nem engedik, hogy más hozzányúljon, és alkalmattán lehet, hogy kiürítik az oroszoktól, és az is lehet, hogy nem akarom kimondani, képzeljük hozzá, hogy mit lehet csinálni az űrállomással. Olyan, mint egy falevél, nagyon gyenge dolog magára hagyva. A másik pedig az, hogy ha szétszedik, és már szétkapcsolják, és elmennek vele, igen, az előbb hallottok, ez képtelenség, mert úgy nem működik, de más probléma is van ezzel, hát semmilyen észszerű dolog nem támogatja ezt. Most hallottuk, hogy lejár az élettartama. Igen, főleg az orosz moduloké, mert hát ugye a legrégebbi modulok, azok az orosz modulok, és hát van... Tehát akár inkább fordítva is lehet csinálni, hogy a szövetség többi tagja kapcsolja le, ami neki kell, és elmennek vele. De hangsúlyozom, ezt nem lehet. Tehát most mondom a legképtelen dolgot, nyugodtan ki lehet nevetni, de érdemes néha abszurditásokat. Hát főleg, hogy kiderül, hogy amire még pár hete azt mondtuk, hogy abszurd és lehetetlen, az ugye mindennapjaink része. Én érdemes a legabszurdabbat végiggondolni, mosolyogni rajta, elvetni, de a következőt mondanám. Ha úgyis lejár az élettartam, és úgyis alig tudjuk elképzelni, mit kell vele csinálni, akkor inkább ott kell hagyni az egészet, és vesződjenek vele az oroszok. Látni fogjuk, hogy nem tudnak elbánni vele, és nem is kell nekik. Már rebesgették, hogy saját űrállomást akarnak, másikat, kínaiakkal, én egyikötetben nem hiszek, ha valaki kínaiakkal szövetkezik, az már is vesztett a játéka. Még egy utolsó, ezt inkább feldobom témának, hogyha el tudnátok magyarázni, hogy egyáltalán milyen terv van arra, hogy hogyan vessenek, hogy hogyan temessék el méltóan az űrállomás, most az orosz ügyet leszámítva. Mit kell ezzel a óriási dologgal csinálni, hogyan lehet biztonságosan? Igen, jó, ezt legalább meg tudjuk válaszolni, igen. Mert köszönöm. A többiben csak találgatni tudunk, de erre... Ez egy olyan igen. Köszönöm. Jó, hát akkor ezt gyorsan válaszoljuk meg, tehát ugye a MIR űrállomás példájából kiindulva, tehát ilyenkor az a szokásos eljárás, hogy van egy ilyen műhold, vagy ilyen... Nyilván, ugye ezek, az a baj, hogy a legtöbb ilyen műhold, ami belép a légkörbe, az szétég nyom nélkül, igazából nem jut le űr szemét a földre, mert a nagy súrlódási hő következtében ugye darabokra szakad. Ugyanakkor a nemzetközi űrállomás az túl nagy ahhoz, hogy ez megtörténjen, tehát nyilván, ha ez lepottyanna, akkor lakott területre esve óriási károkat tudna okozni a sok egyben maradó darab. Ahogy ez egyébként például meg is történt, például a Szaljut 7 űrállomás ilyen módon irányítatlanul pottyant le, valahova Brazíliába vagy Dél-Amerika különböző területein szórottak szét, és nagyon nagy darabok estek le például. Szóval volt ilyen,
Na most a szokásos eljárás, ami például a Mirőrállomás esetében történt, ami szintén egy jó nagy jószág volt, bár csak fele akkora vagy negyed akkora, mint a nemzetközi űrállomás, fele akkora, tehát az is egy ilyen 100 tonnás monstrum volt, sok modulból állt, tehát egy kb. Összehasonlítható a két történet. Ott az volt, hogy igen, egy irányítottan a megadott pillanatban lefékezték, hogy olyan helyre essen, ami távol van minden lakott területtől, ez egészen konkrétan a Csendes óceánnak egy része, a Mariana árok környéke, ahol egyébként ráadásul a legmélyebb is a Csendes óceán, bár mondjuk ez annyira nem fontos ebből a szempontból, de pont azon a környéken azt hiszem, ott van valahol egy ilyen, hát ilyen műhold temető, és lényegében oda szokták irányítani az ilyen nagyobb dolgokat. Tehát igazából ez történik, hogy becsapódnak a darabok az óceánba. Ez a sors van számva neki. Na de térjünk vissza akkor erre, hogy tényleg mi a helyzet ezzel a szétválasztással, meg hogy különben is mi van. Ugye egy-két orosz modul az tök új. Hát említettük, hogy a Naukát tavaly küldték föl, végre, hála Istennek. Aztán ugyanúgy, ugye ahhoz hozzá kapcsolódott még egy pici ilyen gömb alakú dokkoló modul, a Prisál, ugye az is tavaly. Tehát, hogy azért az érdekes, mert az orosz modulok között találunk olyat, ami 20-valahát, tehát negyed százada ott van a föld körüli pályán, kb., tehát elképesztő, hogy bármi ennyi időt kibír, úgyhogy működik. Másrészt meg vannak teljesen új dolgok, tehát nyilván ilyen értelemben az oroszoknak sem érdeke, hogy most egy-két év használat után ott hagyják, de még egyszer itt nem a racionalitás dönt, ugye ezt már láthattuk az elmúlt hetekben. Szóval mit gondolsz, akkor visszatérve ehhez a témához, Norbi? Nem tudom. Aha. És ami nagyon érdekes még, hogy ott van két orosz űrhajós, amerikaiak, európai, és az oroszok és egy amerikai most márciusban fognak visszatérni a Földre egy Szojuz űrhajóval. Legalábbis ez a terv. Igen. Két milyen fogadtatásban lesz része annak az amerikaiak? Igen, igen. Együtt kell, hogy leszálljanak Kazahsztánban. És ami ezzel kapcsolatban nekem eszembe jutott, egy ilyen, hogy most fantáziáljunk egy kicsit, gondolom azok az űrhajósok, akik fönt vannak az űrállomáson, azokon valószínűleg nem fog annyira az orosz kormány propaganda. És lehet, hogy normálisan gondolkodnak, elítélik a háborút, és ebben a helyzetben nem is nagyon akarnak visszatérni Oroszországba. Meg tudnák-e tenni? Meg tudnák azt tenni, hogy ezzel a Szojuzzal dezertálnak, és máshol szállnak le, vagy annyira automatikus, meg földről annyira bele kell, hogy, vagy annyira bele tudnak szólni az irányításba, hogy ez nem történhet meg. Én úgy tudom, hogy a Szojuzon van lehetőség olyan kézi irányításra, hogyha úgy döntenek, akkor leszállhatnak akár az Egyesült Államok területén. Igen, is. Hát vannak, hát az attól függ, hogy épp ott megy a pálya, de hát igen, vannak igen, ilyen vészleszállóhely koordináták. Hát most viszont a motivációjuk azért, ez hát ugye mégiscsak családos és katona emberekről beszélünk, tehát hogy azért ugye katonák ezek, tehát én értem, hogy nyilván vagy hát én gondolom, hogy azért lévén űrhajósok, főleg a nemzetközi űrállomáson dolgozó űrhajósok azért ők kilátnak valamelyest, meg hát ugye nem is jut el hozzájuk talán a propaganda nagy része, hiszen ők nem tévénézéssel, meg Twitter olvasgatással töltik az idejüket odafönn. Viszont hát azért mégiscsak gyanítom, hogy na nem néztem utánuk most, kik vannak, de hát úgy szokott lenni, hogy legalább az egyikük, és rendszerint akkor a parancsnok, az orosz hadseregnek a tisztje, tehát a légierőnek valamely tisztje szokott lenni. A fedélzeti mérnök az rendszerint egy civil, mármint, hogy egy nem katona ember, tehát hogy a fedélzeti mérnök ugye ez egy más kérdés. De ugye úgy szokott kinézni egy orosz űrrepülés, hogy van egy általában, hogyha két orosz van a fedélzeten, akkor az elég gyakori, bár egyáltalán nem kizárólagos, de most már, de tradicionálisan az volt a helyzet, hogy van egy katona ember, meg egy mérnök ember, és ha van katona ember, akkor az a parancsnok. Tehát a fordítottja, az kb. Nem tudom, előfordult-e valaha. Hogy mondjuk van egy katona, meg egy mérnök ember, és a fedélzeti mérnök, és a mérnök képzettségű a parancsnok a repülésnek, az nem tudom. Hogy... Na jó, persze, hát egy katona is dezertálhat, persze. Szerintem ez technikailag megoldható.
Aztán az amerikainak, aki viszont visszajön, mert azért nagy valószínűséggel azért mégiscsak Kazahsztánban fognak leszállni, hát akkor annak nem lennék a helyében. Nyilván nem fogja azt az ünneplést megkapni, ami szokásos. Ami persze... Hát úgy, hogy ott marad, és megvárja a következő Dragon űrhajót. De ugye. Igen, ez döntett így? Hát tehát, hogy ugye fontos... van, úgyhogy... Igen, de a kérdés az, hogy ugye az van, nyilván dönthet így egyébként. Hát Krikaljev is így maradt fönt. Jó, igen, de ez úgy van, hogy azért az van, hogy minden pillanatban mindenki evakuálható kell, hogy legyen az ISS-ről. Tehát igen, nem lehet, de várjál, ezt ki kell számolnunk. Tehát, hogy ugye nem lehet fönt több ember, mint amennyit vész esetén haza lehet hozni. Na most a hazahozatalhoz, ugye jelen pillanatban oda van kapcsolva, mik vannak, ugye van ez a Soyuz. És egy Dragon. Na most a... 4 hely van a Dragonban, 3 hely a Soyuzon. És akkor ennek megfelelően 7-en vannak az űrállomáson. Igen. Na most ugye jön 3 ember, akik március 18-án indulnak a Soyuzzal. Tehát, hogyha csak 2-en jönnének vissza, akkor 8-an lennének. Most persze ez egy kérdés, hogy a Dragon az elvileg talán alkalmas lehet arra, csak valószínűleg nincs rajta annyi ülőhely, de úgy nincs egyébként... Egyébként de március képes. Végén meg egy turista űrhajó készül az űrállomáshoz. Akkor... Amiről beszéltünk. Aha. Egy Dragon, ami egy űrhajóst és 3 turistát visz. Uh-huh. Úgyhogy a NASA dönthet úgy, vagy a SpaceX a NASA-val együtt dönthetnek úgy, hogy az egyik turistát lent hagyják, egy kicsit hamarabb indulnak. Ja, értem. Jó, hát ezt elvileg ez megoldható lenne, igen. Ez egy elegáns forgatókönyv, de hát azért bízunk benne, hogy azért ennyire nem elmérgesedett a helyzet, hogy biztonsági kockázat lenne egy amerikai űrhajósnak. Ráadásul nem is Oroszországban, hanem Kazahsztánban leszállni egy orosz űrhajón. Tehát azért nagyon szomorú lennék, hogyha... Tehát nyilván nem lesz egy kellemes élmény, tehát nyilván... nem fogja megkapni a fél éves űrbeli tartózkodása után szegény azt az ünneplést, ami jár, vagy ami szokásos, de hát ez van. Na hát igen, nehéz kérdések. Bár lennének válaszok, de hát ugye nem nagyon vannak, tehát ezért okoskodunk. Még ennyit erről az űrállomás szétválasztásról egyébként, hogy tényleg itt ugye ilyen szimbiózis van tulajdonképpen, tehát az űrállomásnak az irányító rendszere, tehát nem az csak az, hogy a pályára állítást az orosz teherűrhajók hajtóműveivel végzik, hanem hogy magának az lényegében az agya az ISS-nek az orosz service modulban, az Zvezdában van. Ehhez képest ugye valóban viszont a napelemek, azok meg az amerikai egységbe vannak bekötve. Tehát lényegében az van, hogy hát az oroszok talán most bánják, hogy törölték a programból azt, hogy lett volna nekik egy saját napelem árbócuk. Tehát, hogy az eredeti terveit, ha megnézed az ISS-nek még a 2000-es évek elejéről, sőt, hát a 90-es évek végéről, akkor még úgy nézett ki a terv, hogy valahonnan pont ott a hát igen, talán pont az Zvezda modulból fölfelé idézőjelbe, tehát a Földdel ellentétes irányba, tehát a zenit irányába az űrállomásnak, ugye kilóg egy napelem árboc, amin lettek volna meg egy csomó napelemek, amik ugye az orosz tudományos napelemek lettek volna, amik lényegében a orosz kutatómodulokhoz való áramellátást biztosították volna. És az eredeti tervek szerint azon lett volna az európai robotkar rajta, ami aztán végül a Nauka modulra került rá, mert változtak a tervek, és végül ez az egész nagy napelem árbóc, ez kikerült a bizniszből, úgyhogy most lényegében tényleg ez van, hogy... két életképtelen űrállomásra esne szét ez a dolog, de valószínűleg az orosz lenne az életképtelenebb a kettőből. Úgyhogy... De hát egyébként egy katasztrofális szimbólum lenne, és nem láttam ezt a Ria Novosti féle videót, de tényleg hát a szívem szakadna. Hát most kb. Ezt mondom, hogy ezek olyan szimbólumok, tényleg a nemzetközi együttműködésnek olyan szimbólumai ezek a dolgok, amik kb. Eddig úgy reményt tudtak adni, hogy együtt lehet dolgozni. Sok konfliktus volt, tehát meg katonai is, tehát gondoljunk bele, hogy a Krím annexiót, meg az azt követő kelet-ukrajnai háborúkat, hogy más nem mondjunk, azt simán törés nélkül átvészelte tulajdonképpen az orosz-amerikai ügyre együttműködés. Más kérdés, hogy akkor 2004-2015-ben
még sokkal inkább rá voltak utalva az amerikaiak az oroszokra, ugye, mert akkor még nem volt nekik saját eszközük, amivel ember tudtak jutatni az űrállomásra, tehát akkoriban újabb telefonunk van, akkoriban vagy oroszok vitték fel az amerikaiakat az űrbe, vagy nem tudtak följutni az űrbe. De most már ez a helyzet változott. Haló? Itt a Szokol ébresztő. Szervusztok, nagyon élvezem a műsort. Bocsánat, csak annyit szeretnék kérdezni, hogy így hozzá kérdezni, hogy nekem a fejemben mindig ez volt, hogy aki űrhajós, az valahogy ilyen kicsit ilyen magasabb értelmi szinten, vagy érzelmi szinten van, hogy úgy megy föl oda, hogy már túl van ezeken az ilyen nemzeti kérdéseken, nem tudom, hogy alapvetően ott fönt milyen a hangulat, erről tudtok bármit, hogy azért ott ugye így mindenféle nemzetből dolgoznak együtt emberek, hogy ők nincsenek így jóban, mert azért amikor így ennyire össze vannak zárva, akkor nem alakul ki egy ilyen testvéri viszony, hogy föl tudnak emelkedni ezeken, és azt is, hogy ugye mondtátok, hogy ugye azért, mint egy katonatisztek, meg ilyenek vannak fönn, hogy ők nyilván parancsokat teljesítenek, hasonlók, de hogy ők sem tudnak alapvetően ezen is fölülemelkedni, hogy erre mi a meglátásotok? Csak ennyit akartam kérdezni. Köszönöm, hát nagyon jó kérdések. Nagyon jó a viszony általában a nemzetközi űrállomáson, tehát valóban azt lehet látni, meg olvasni aztán az űrhajósok visszaemlékezéseiből, hogy tényleg így gondolkodnak. Olvastam például Scott Kellynek a könyvét, aki egy évet töltött fent az űrállomáson, egy orosszal közösen, és akkor persze ők nagyon sokat beszélgettek egymással erről, hogy hát mind a ketten még annak idején a hidegháborúban vadászpilóták voltak, és hát igazából, ha olyan parancsot kaptak volna, akkor annak idején, és mondjuk a 80-as években simán lelőtték volna egymást, és hogy most milyen jó, hogy most együtt mennek az űrbe, és azt is elmondták egyébként a repülés utáni sajtótájékoztatón, hogy bizony teljesen más lenne a világ, hogyha mondjuk az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország elnöke fölmennének egy hétre az űrbe, és látnák az ablakból, hogy csak egy földünk van, meg minden. Tehát ez az overview effekt, amit mondani szoktak, hogy az embernek a világlátása megváltozik. Ez mindenképp benne van, és persze a kollegialitás az én szerintem, én is úgy gondolom, hogy nagyon erős. Az meg, hogy hát parancsokat teljesítenek, van egy-két eset az űrhajózás történetében, de tényleg nem sok, de vannak példák arra, mind a két oldalon, mind az orosz, mind az amerikai, vagy szovjet-orosz és amerikai oldalon is, amikor volt lázadás az űrben, tehát hogy kisebb-nagyobb ügyekben ellene mondtak a földi irányításnak. A földi irányítás szava egyébként általában szent, de hát az űrhajón azért mégiscsak az űrhajós a parancsnok, és ez egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy hogyan osszák meg a felelősséget. Ez a parancsnoki viszony egyébként, ez most is kérdéses egyébként. Ez egy érdekes apróság az egészben, hogy a nemzetközi űrállomásnak mindig van egy aktuálisan megválasztott parancsnoka. Most nem is tudom, hogy éppen ki az, mert ennyire most épp nem készültem föl, de... Tudom, hogy most orosz a parancsnok. Most épp orosz a parancsnok. Aha, igen, de van, hogy amerikai, sőt az is előfordult nem is olyan rég, hogy európai parancsnoka volt, sőt már egy japán parancsnok is volt, tehát hogy ezt ilyen forgórendszerben kb. Egymás közt felosztják az űrhajósok. Tehát a hierarchia azért a szent, tehát a fedélzeten a parancsnok parancsol, és ez azért egy érdekes, pikáns helyzet, mert most ez egy olyan helyzet jelenleg, ahol egy orosz parancsol egy amerikainak például a fedélzeten, vagy egy európainak, ugye, vagy japánnak. Tehát, hogy ugye mindenki. Hát, ez van. Hopps, egy utolsó perceink vannak, de bejött egy utolsó telefon, ezt még fölvesszük, de ez már rövid lesz. Halló? Sziasztok, elnézést, hogyha már beszéltetek róla, de csak most tudtam belekapcsolni a hallgatásba, hogy olyan lehet, hogy a Földről, akár melyik oldalról azt mondja az épp regnáló vezető, tehát mondjuk Putin vagy Biden, hogy figyelj, gyere le, ott kell hagyni, öld meg, vagy bármi, mert ha nem, akkor elvágunk minden szálat, és akkor elvágnak minden szálat. Tehát, hogyha nem hajós, ezt... ez lenne csak a kérdésem, ja. hogy nem tud visszajönni, tehát azt mondják az irányító központban, hogy innentől kezdve lószart nem irányítunk, nem csinálunk semmit, kiürül az irányító központ, és akkor nem csinálnak semmit. Jó, ez a kérdés, köszi. Ja, köszönöm szépen. Hát ugye az ISS esetében ez nem
Gyors kérdésre gyors válasz. Az ISS esetében ilyen nincs, mert az ISS akkor is irányítható mondjuk Houstonból, hogyha valami miatt, akár ilyen miatt, akár valami bármilyen más technikai probléma miatt az orosz irányítóközpont kiesik és fordítva. Tehát, hogy ez azért valamennyire megosztható, ilyen parancsot meg nem fognak adni senkinek, hogy bántsák egymást az űrben. Tehát azért ez szerencsére itt nem tartunk, nem is fogunk. Tehát ezt azért... Hát ez merem remélni, hogy ilyesmi azért egyáltalán nincs benne a pakliban. Egyébként vannak fegyverek az ISS-en, de nem ezért, hanem arra az esetre, hogyha mondjuk rossz helyen száll le a Szojuz űrhajó, és mondjuk, mit tudom én, a szibériai tajgában mondjuk éppen rátámad a kabinra egy medve, akkor, vagy mit tudom én, micsoda, tehát azért van talán, vagyis régebben legalábbis voltak konkrétan pisztolyok is. Tehát, hogy ugye azt mondja a csehovi puska elve, hogyha az első felvonásba felbukkan egy fegyver, az a harmadik felvonásba el fog sülni, az űrben azért még ez nem történt meg, nem is fog. Viszont az adásidőnk véget ér mindjárt, 2 percen belül. Norbi, még valamit mondjál, mert valamiben benne voltunk, én tudom, csak aztán közben jött egy becsörrenés. Az utolsó 2 percben meg kell, hogy említsük az Antonov 225-ös Mriát, ami a Hostomeli repülőtéren volt Kijev mellett, és megsemmisült. Ez volt a világ legnagyobb repülője. Ez szállította a Buran űrrepülőgépet. Úgyhogy ez nagyon szomorú. De ennek a háborúnak ez is az egyik következménye, és még így az utolsó percben meg kell, hogy említsem, hogy az amerikai Atlas 5-ös rakéták orosz gyártású RD-180-as hajtóműveket használnak. Ezeket nem fogják már... Ezt is kiírta Rogozin a Twitterbe. Igen, nem fogják már megkapni. És az Antares rakéták, amelyeket Cygnus űrhajót hordják az űrállomáshoz, azok is orosz De ott meg olyan, az első fokozat viszont azt múltkor elmondtuk, hogy ezt viszont az ukránok készítik Nyipróban. Igen. Úgyhogy ezek az Atlas 5-ös és az Antares rakétáknak is így lassacskán vége, de ezeket egy új rakéták új generáció fogja most úgyis Amerikában felváltani. De egy ilyen együttműködésnek, ahol amerikai rakéták orosz hajtóművekkel repültek, ennek az időszaknak is most már lassan vége. De vajon végleg vége, vagy elképzelhető, hogyha mit tudom én, változik a hatalmi struktúra Oroszországban, vagy valami, hogy finoman fejezzem ki magam, akkor ezek még visszaállhatnak? Vagy az amerikaiak úgy döntenek, hogy nem akarnak többet kockáztatni, és inkább... Valószínűleg ebben az esetben a leg pragmatikusabb döntés. Hát valóban 10:00 van, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek, legközelebbre összeszedjük magunkat, és megpróbálunk valami lélekemelőbb témával jelentkezni, azt hiszem. Jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek, én voltam Dr. MZ per X, állandó szakértőnk pedig Werner Norbi volt, aki Brunóból jelentkezett be, nagyon köszönjük szépen a bejelentkezést, a hallgatóságnak pedig a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész.